No. Ha jól látom, az egy Bethany, és ez pedig egy újabb délirán, méghozzá az október 27-ei. Tegnap egyébként pont Bethanyvel gyakoroltam, és jöttem rá, hogy basszus, ez a karakter mennyire király, és én nem mutogatom nektek már hónapok óta, pedig ez rohadt jó. Ja, egyébként sikerült megcsinálnom Sámsonnal a bosszrást, igen, streamen kívül, de meglett, ott van, meglett a jumper kábel, nem a jumper, a jumperos kábel az új, hanem hát puskázunk 2021, okt, szivatol? Ja, mert azt nem 2021-ként írja, hanem úgy, hogy nemrég megszerzett mi. Szeptember 28, ja, azt akkor csak úgy írja, hogy okt. Miért van ennyi október? Hát akkor ezt hogy írja? Legalján van? Milyen jó, hogy ennyi achievementem van, nem? Sámson láncai. Azt hiszem Sámson láncait szereztem meg, nem tudom, hogy hol kell megnézni, nem a jumper kábel az utolsó. Sámson láncai. De hát ezt nem valószínű, hogy meg tudom nektek mutatni. Na mindegy, higgyétek el. Jó, hát csak sikerült meghitelnem magam. November 5-én jön a DS Comic Complete Edition. Ez milyen formában? Fizikai? Vagy... Elhiszed? Köszönöm szépen, mappa. Ez micsoda? Tini Tóma. Nem mutatja, pedig felvettem. Na, orbitális, és kiköp magába, mármint hogy nem, szétesik pókokká, hogyha eltalálják. Ekkora nosztalgia ez a játék? Imádom ezt a játékot. És bánom is egy kicsit, hogy nem foglalkoztam, vagy foglalkozok vele annyit, amennyit érdemelne. Nyomtatott formában lesz, bár elvileg nem minden rész sikerült olyan jól. Ja, hogy DS, én valamiért DC-t olvastam. DS Comic Complete Edition. Ó! Ez is skin hangzik, amúgy. Köszi az infót. Jó, megyünk be. Elnyomtam kétszer az aktív itememet, ezért lett kettő lángom. Jó, hát ez HP. Én még a böngészős verzióval nyomtam, még a legelső megjelenésnél úgy 9 éve. Hát ez nem ma volt. És amúgy a böngészős verziónak olyan szép, letisztult grafikája van. És annyira durva látni, hogy a Retrovision ezzel a kieggel, vagy DLC-vel, amit adtak ki március-áprilisban, rengeteget javítottak a grafikán, meg... Igen, a grafikán rengeteget javították, és a Retrovision az konkrétan játszható lett. Tehát a pirula, amit elnyomsz és Retrovision-t ad, az régebben fos volt, mert hogy nem nagyon láttál semmit. Itt meg a Retrovision rohadt jó. Amit nem az a pirula továbbra sem, amit megéri felvenni, de hogy így látod, hogy mi van, és menő.
Aha, pókok lettek belőle. És ez valahogy újra spawnol, vagy mi lesz ezzel? Az a gond, hogy ennél a karakternél a szürke szívek annyira nem élnek sokat, csak az, hogy el tudom nyomni még egyszer az aktív itememet. Itt az aktív itemet kombózni lehet, tehát a könyv az sose tűnik el a kezemből. Még meg kell keresnünk. Aha, és ki tudják lőni egyébként a lángokat. Kell nekünk egy item room. A shopba be akarok menni. Na hát most elpusztultak a pók csináló izéjeim, most mi lesz? Újra nőtt, aha. Amnézia. Szuper. Hát szerintem erre nem jártunk. Igen. Jól sejtettem. Júj! Sok a pók! Még több a légy! Hé! Hey! Te szemét! A fejlesztő rossz munkát végzett egyébként a játék elnevezésével kapcsolatban, mert szerintem a mai napig vannak, akik a flashes verziót veszik meg elsőnek. Egy nagy szobában az újra spawnolós coin? Na ez... Kiszúrás. Ez kiszúrás. Ez kiszúrás, srácok. És... hányszor akarsz még lejönni? Addiktált. Jó, hát ennyi pénz nincs is. Nem tudom, mennyit szedtem ki ebből a coinból. Nem akar leállni! Egyszerűen nem akar leállni. Hát milliárdos csinál belőlem, srácok. Jó, most már vége lehetne. Most már ez nem vicces. És még mindig van benne. És még mindig van benne. Jó, utolsó volt. Mit csinál ez? Contact damage és sebezhetetlen leszek. Hm. Oké. Megnézzük. Ezt az itemet sose használtam, mert úgy voltam, hogy mindig ennél csak jobb aktív itemet találok, ilyen spacebarosat. Na, itt lesz fönt a shop. Így van. Tehát... De jó. Hát amúgy talán ez jó lehet. De mit csinálhat? Nézzük csak meg. Mit csinálhat ez a coin flippes cucc a karakterünkkel? Bethany Isaac. Book of Virtus, úgy hívják az aktív itemünket, ami nem lecserélhető. Na hát, coin. Hogy hívják az itemünket? Wooden Nitzkel. Aha, tehát coinokat szerzünk magunk mellé, amik hogyha elpusztulnak, akkor pénz lehet belőle. Azt nézem, hogy nekem is megvan ez a játék, egyszer rá kéne próbálni. Talán téged nem tart távol a játék amiatt, hogy milyen undorító. Game Kid. Anti-gravity tier. Ami fírt okoz. Ezt akkor bolond volt, hogy megvettem. A kulcs az kell. Még egy ilyen
Ó, nagyon jó. Csak az amnéziának legyen vége. Slormancerben még nincs, még mindig nincs Act 2, hát ez szomorú mapko. Sajnálattal hallom. Ez mit csinál? Full. Aha. Azt a másikat nem nyitjuk. Ham, 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 ham. Hát ez jó. Ez jó. Ez tetszik. Ez tetszik. Megettük a boss, srácok. Ja, és Bethanyvel nagy eséllyel mehetünk ilyen szobába. Az, ez micsoda? Az most mit kell ölni? Sima sátánt? Hú. Daily run, Isaac. Hát már csak tudnám amúgy. Daily challenge. És... ez jó. Mi lehet ez a kis ikon? Ez a mega sátánnak az ikonja lesz? Nem tudom. Mega sátán? Nem tudom. Lehet akkor kellett volna a kulcs. Akkor lehet kellett volna a kulcs. Ez a body volt, ami adott nekünk négy... azt hiszem négy... piros szívkonténert. Nem tudom, hogy élek még. Én mindig nem tudom. Hát sajnálom, akkor indie játék, az indie játékoknál meg ugye. Kicsit tovább tart a fejlesztés, úgyhogy igen. Ez ilyen. Ilyen Valheim-es átok, vagy hogy lehet ezt mondani? Hát ezt nem így akartam. Csak akartam pókokat. Jó. Jó van. Ó, aranykulcs. Ezt szeretem. Hadd kapjalak el. Milyen menő muzsika volt alatta. Jó, ott volt még egy féreg. Igen. Ez az, srácok, hogy ha nem mozdulok meg egy ideig, akkor akkor kövé válok. A nő cucc. Kéne valami, ami a pókujjaimat erősíti fel egy kicsit. Még egy aktív itemünk lát. Hát el is felejtettem. Píz, píz, píz. Kéne egy bomba. Ide. Az gyönyörű. Ez a bomba. Mert ide mibe akarunk menni.
Hello! Hello! Sziasztok! Hey, kialtattad az egyik lángomat. Ezek lehánynak, vigyázni kell velük. Jó, most már nem fog lehányni. Kész. Menjünk tovább. A százalékok nem tetszenek. Legyen rá mindjárt mappó, legyen rá. Értem, kettő troll bombáért a legjobb deal volt. A repülőkártyát elnyomni. Szia! Mert ne szorítsatok! Na majd a boss-t megesszük! A boss-t is megesszük! Szia boss, hát téged nem esztek meg olyan könnyen. De... hozzád nyomom a testem, azt csak jó lesz. Hát igen. Hát igen. Nem lett menő szobánk. És még csak angyalt se öltünk. Úgyhogy most figyelnünk kell, hogy boss kill az úgy legyen meg. Hogy legyen angyalos szobánk. Hát meg amúgy sebzés is kéne. Tudjunk valahogy ölni. Hát ez nagyon szép, hogy sárga, antigravitációs könnyeket lövünk ide, hát ez kevés lesz. Nagyon. Ó, igen, valahogy sejtett, hogy el fog találni, úgyhogy oda, oda az angyalos szobának. Jaj, hogy mennyiszer meg tudom lőni, de... alig akar meghalni. Érzem, hogy ez egy kínszenvedős rán lesz. Kínszenvedős, na talán így. Ja. Hát elnyomjuk még egyszer. Ejj, pont még neki mentünk. Amikor lejárt. Ó, hogy most már négy! Könnyen van, nem értettem, hogy miért rak le ennyit. Hát persze. Jajaj, már csak három van. Egy-egy... eszünk még egyet. Nem meneküljem. Jó. Aha, boss szoba. Okay. Szerintem itt még nem a... itt még nem a muter lesz, úgyhogy... szia! Persze, a végén voltunk már! Persze! Sose angyalos szoba. Hol lehet az item room? Köszönöm szépen a robbantást. Egy bombánk van, most már három. Kell nekünk... az item room. Az itt nem itt lesz egy hitos szoba, de nem. Shop. Zsákfej. Szeretjük a zsákfejet.
Úgyhogy te jössz velem. Még több zsák. Az szürke szívet csinál a pirosból, vagy fordítva. A másik spacebar item úgy, hogy az nem kell nekünk. Nagyon zsír a piros szívet, majd visszafele felvesszük. Hello. Hát ezt jól látom, ott majd robbantanunk kell egyet. Most. Ő azt hiszem jelezni fogja, hogy hol van titkos fal. De lehet, hogy csak vizet lövünk ki. Lehet, hogy keverem a kutyával. A fényes gömbök azok az aktív itememmel jönnek. A Book of Virtuos az azt tudja, hogy az aktív itemekkel lehet kombózni, és az a jó, hogy ez a karakter hozta magával ezt az itemet, nem tudja lecserélni, hanem így módosítja a felvehető aktív itemeket. Az aktív itemek ott vannak fönt, bal fölül, és mindegyik aktív itemmel más csinál. Itt például azt csinálja, hogy amikor én lövök, akkor lő a könny is. Azok a plusz könnyek azok úgy jönnek létre, hogyha elnyomom az aktív itememet, elhasználom, ott van, hogy négy charge-os, tehát négy szobát, hogyha kiklírelek, akkor feltöltődik, és amikor elhasználom, akkor csinál egy kis gömböt. És négyszer nyomtam el, ezek elpusztíthatóak, négyszer nyomtam el, és ezek a könnyek jelenleg azt csinálják, hogy amikor én lövök egy könnyet, akkor létrejön egy sárga könny, ami nem azonnal megy el abba az irányba, amerre előttem, hanem egy pár másodperccel később. De van olyan gömb is, amikor például a Wooden Nickelt vettem fel ebbe a rámba, hogy elhasználom az aktív itemet, létrejön egy coin alapú gömb, ami hogyha elpusztul, akkor pénzt ad nekem. Szóval így ez egy nagyon komplex karakter, nagyon komplex kezdő és úgymond végleges itemje. Úgyhogy, ja, ezek a kis fényes cuccok nagyon hasznosak, főleg, hogyha sok van belőle. Ja, nagyon durván lehet kombózni. Ezzel a karakterrel olyan kombókat lehet összerakni, hogy csak na. Itt tényleg érvényes az, hogy nincs két egyforma run. Ezektől félek úgy, hogy inkább megettem az enemit. Ugye az aktív item azt csinálja, hogy egy ideig sértetetlen leszek. Itt ennél a Beardnél, nem tudom, mit bénáztam. Ennél a Beardnél nagyon jó, hogyha hatalmas a shoot speedem, mert hát akkor annál több könny jön létre. A fekete csontik azért kemények, mert ha már elkezdtek lőni, akkor addig lőnek, amíg abban nem hagyják. Hármat lőnek egymás után. Utána állnak le, utána újra becéloznak. Tehát nem erre kell jönni, úgyhogy valószínűleg itt egy titkos szoba van valamelyik irányba. Ez mi a menő? Ring cap. Platinum gad. Ring. Miért nem tudok írni? Miért nem tudok írni? Repentance. Nem enged írni. Haló? Lehet, hogy bágos most az oldal. Nyitjuk másik böngészőbe. Latinum Garda. Ögri. Ja, valami nem tudok odaírni. Ringcap. Ez egy repentance-os trinket.
kettő bombát rakunk le, de csak egyet használ el a gyűjteményből. Onnan veszem észre, hogy van titkos szoba. Vannak ilyen patternek, amikből lehet látni. Például, hogyha elmész egy irányba, ahol igazából nincs semmi, mint például itt balra vagy fölfele, akkor ott lehet, hogy lesz titkos szoba, illetve fontos az a szuper titkos szoba, ami ilyen irányban van, illetve a titkos szobák körülölelik a pályát, vagy hogy is mondjam, a pálya körülöleli a sima titkos szobát, és általában van mellette egy item room, vagy egy bármilyen milyen nevezetes szoba. Legalábbis én ezt így tudom, de ezekben nem vagyok profi. Ennyi óra után, tehát hogy így 500 órával az izsák játékosok már tudni szokták egyébként, hogy hogyan működik a titkos szoba, meg a szuper titkos szoba, én ezt nem vágom. Én ezt nem vágom. Hát ezt nem jolózzuk be, pedig lehet, hogy kéne a pénz. Igen, sok játék után kiismerem, így van. És felhőcske. Depresszió, nem tudom mit tud. Az Afterverse pluszos. Ez egy familiáris. Csíkot hagyunk magunk után, és kettő damot nyom. Oké. Okay. Ezeket nem éri meg megnyomni, ezeket a gombokat, de én megnyomom, mert vicces. Pedig nem éri meg. Ott egy bomba. Nem trédelünk. Ja, hogy az még ott élt. De nagy mázni volt. Arany. Aranybomba. Ez az aranybomba is újítás. Legalábbis szerintem repentanszos. Végtelenszer tudom így a... Ne vinne el titeket. Végtelenszer tudom így a bombát használni. Úgyhogy használjuk is. Ja, és igen, kettő bombát rakunk le. Na, ezért akartam használni, mert a kék tüzek kék vagy szürke szívet adhatnak. Ez nem tudom mit csinál, de köze van a 4,5 volt, köze van az áramhoz, ami nekünk jó. Na, nézzük. Damage deal alapján töltődik az aktív itemünk. 4,5 amúgy. Így van, nem a szoba clear alapján töltődik most már az aktív itemünk, hanem a sebzésből. Oké. Azt nem is tudtam, hogy ezzel a kis tűzzel, ezzel a kék tűzzel, amit itt néha látok, hogy kilövel a karakterem, ezzel lehet ölni keepereket, shopkeepereket. Az előbb is megöltük. Hát, nem tudom, hogy melyik a jobb. Nem tudom, hogy hogyan jobb az aktív itemet használni. Ott töltődik most. Damage-em alapján. Nem tudom, ez szerintem királyabb. Egy szobában többször tudom használni. Úgyhogy ez szerintem jobb így. Ez szerintem jobb így. Sokkal jobb így. Mert se gondoltam, hogy ez így mennyire jó. Hogy így egy szobában sokkal többször tudom használni. 4,5 volt. Ez egy rohadt jó item. Van egy iszonyatosan menő aktív item. Basszus. Ez nagyon OP. Hát ez biztos rárakom majd a borítóképére. A vodnak. Jesus.
Hopponyát lehet vele ölni? Nem. Csak tüzet lehet oltani, megölni vele. Hipert, oké. Okay. Ezeket is meg tudjuk ölni? Nem. Nem tudjuk őket megölni, úgyhogy rájuk robbantunk. A zombis ez nem tudom mit tud. De nagyon tetszik, úgyhogy neki adok. Értem, adott pókot. Hát figyelj, haver, viszlát. Mi ez a kis izé? Új. Na, menjünk tovább. Kéne amúgy sebzés, mert az rohadtul nincsen. Szegény Bethany arca elég csúf. Nem tehet róla. Én tettem azzá. Én tettem csúfá. De hol a vége? Kb. Csak a tűz tud ölni. Kb. Csak a tűzem tudja meg. Igen, finoman. Én finom, én mindig finoman fogalmazok ma. A szemét! Szóval, hogy kb. Csak a kék tűzzel tudok ölni, ez olyan rossz. Jól van, hát köpjetek még le. Mi ez a kis izé? Item roomba voltunk, lehet. Isaac, bizony. Gyere. Ham, muter, megeszlek. Isaac, bizony. Ennyi volt. Na mi van? Ha! Isaac, bizony. Gyere, dugd ki még egyszer, ha mered. Lehetett volna bosszrás nyomni. Az megvan egyáltalán ez? Ja, hogy délirányt nyomok. Nyugi. Tudom, hogy mi van. Teljesen tudom, hogy mi van. De jó ég! Hát a Godhead az egyik top tier item! Top tier itemet kaptunk! Oké. Okay. Na, ezt most nem szabad. Ezt nem szabad elbukni. Jesus! Ugye megmutatom, hogy mit tud. Na, hát ilyen aura van. Aura van a lövésem körül. És brutál erős, brutál erősé teszi a könnyeimet. Sebzésnövelés, távolságnövelés. És aki ebben a range-ben benne van, aki ebben a világító range-ben benne van, a sebződik. Tehát, hogy nem kell, hogy a könnyem eltalálja. Nem kell, hogy a könnyem eltalálja egyébként az enemit. Már a range is sebez, és az aura, amit látsz, az, abban az a durva, hogy míg a könny, ha valakit eltalál, akkor a könny megszűnik létezni, az aura, amíg átmegy valakin, addig folyamatosan tikkel a sebzés. Azért érdemes a könyveket felvenni. Mert könyv moly lehetek. És mivel megvan a hátizsák, két aktív item között tudok választani. Ez a Book of Sin, tehát random pickupot spawnolunk. Úgyhogy ezt elnyomjuk. Bad trip, hát ez nem nyert. Tower az egy nagyon borzalmas kártya. Amúgy megnézzük, hogy mit tud. Tehát ez a Book of Sin. Milyen szinergia van ezzel az itemmel. Book of Sin. Book of Sin. Random. A hét halálos bűn egyike alapján alapul. A Book of Sin adta kis Wisp. Van Pride-os, Greed-es, Vret-es. Jézusom.
Ott a kis bomba, látjátok? Bomba kerén körülötte, meg pirula. Most meg szív. Rohadt menő. Rohadt menő. Jó, menjünk tovább. Nem élvezkedünk. Nem azért jöttünk, hogy élvezkedjünk, amúgy kettőt lövünk már. Ezt, srácok, ezt le kell hozni. Össze kell hozni. Queen of Hearts, hát ezt az itemet se láttam eddig. When... Ja, igen. Romba nem működik. When... Én nem tudok kérni. When... Igen. 10 kötőjel 20 piros szívet dob a földre. Értem. Nem tűnik OP kártyának. Ha sok szíve lehet az embernek, mint nekem, ugye? Ez melyik? Ez piros és nagyon menő. Ez piros és nagyon menő. Ez ilyen barát. És ez egy trinket. Tehát trinketeket kell néznem. Viszont ez egy újabb trinket lehet. Trinket. Na. Locust of War. Detonál, na ezt nem szabad használni, mert ez robban, és hogyha az ajtóban van enemy, akkor rárobban. Rárobban az enemire, és az nekem is fáj. Hát a fullt ezt nem akarom használni. Olyan kicsi a karakterem, hogy nem látom, hogy hol van itt a sok. Ezt a troll bombát a segítőm lőtte. Akkor ezzel vigyázni kell. Troll bombát tudok lőni. Ez mit tud? Lockdown, hát ez nem jó. Nagyon jó, hogy troll bombát lövünk. Milyen kis aranyos. Modeling clay. Ja, hát egy-egy szoba clearje róla gyorsan megvan most. Chariot! Nem tetszik továbbra se, hogy a bombás viszpem troll bombákat lő. Na nézzük a boss-t! Megettük! Beleléptem a vérbe. De pentagramot kaptam, ami egy újabb jó item. Megettük a boss-t. Az aktív itememmel. Őv. Hát először ölünk sátánt. Nem tudom, hogy a sátánt kell-e. Na jó, hát itt olyan szörnyek vannak, srácok, amiket én még nem nagyon láttam, mert a Repentance-szal felújították a játék ezen részét, és így nem tudom, ezek így mit tudnak. Úgyhogy biztos fogjátok majd velem hallani, hogy de hát ez mit tud meg, hogy úristen, ilyet még nem is láttam, mert tényleg ezek olyan szörnyek, amik így nagyon újak. Jézus. Gyere rám, enemy! Ajj, nem viccelt, tényleg rám jön. Oda kéne lőni egy bombát, megoldható?
Persze, amikor kell, akkor nem lő. Értem. Egy kulcsért bombák. Az zárva van. Speed up, nagyon jó. Ez a hang azt jelenti, hogy Mutter le fog ránk sújtani, az árnyéka látszódik is egyébként. A kéz árnyéka. Ők charge-olnak, úgyhogy... Ja, és egyébként azt is tudja a Godhead, hogy homing shotot lövök, tehát hogy hőkövetős. Ha ez még mindem lenne elég, hogy miért menő. Miért menő a Godhead. Igen, nem jutottak el most odáig, hogy charge-oljanak. Ezt jól látod, Mappó. Hát egyébként, ha nem értetek a játékhoz, nem tudjátok, hogy ez mennyire egy epikussán, amit most nyomok. Rohadt menő. Rohadt menős kacok. Ne! Ezek a kis szemek azt tudják, hogy lézert lőnek a pályán keresztül. Úgyhogy azért izgultam. Egy szem mínusz, még egy szem, még egy szem. Ja, izé, rossz itemet józoltam? Aha, nagyon úgy néz ki. Izé, hol vagyok? Jó helyen. Védjetek meg, nem akarok meghalni! Jól csináltam. Hásra nem megyünk rá. Hás lenne ott fönt, de rá nem megyünk. Hát ezek olyan itemek, amik nem nagyon szoktam mondja a szobába járni, úgyhogy meg kell nézni. Ez mit tud? Madárka. Repentance item. Itt van ez a jobb oldali, a Sacred Orb. Jobb minőségű itemeket ad nekem. Quality-e van az itemeknek. Hidden mechanika, ami bejött a repentance-szal. Rangsorolják az itemeket 0 és 4 között, és ami nullás lenne, az rerollolja, és az egyeseket is. Oké, hát én bízom benne, hogy meg a sátánt kell ölnünk. Szóval felveszük ezt, bár megnézzük, hogy mit tud a másik. Repülök és spektrális könnyeim lehetnek. Vagy repüljek? Spektrális könnyek az azt jelenti, hogy minden objektumon keresztül tudok lőni. Hát a repülés az nagyon menő. A spektrális stíl is amúgy nagyon menő. Szia! Ezeknek az angyaloknak van neve. Gabriel vagy? Mit tudom én? Valamilyen nevek vannak. És az angyalok ölésével kulcs darabokat szedhetünk, kettőt, van a képisz egy, meg a kettő, most meg lett a kettő, úgyhogy megvan a kulcsa, ami ott követ engem, és ki tudjuk nyitni az ajtót a megasátánhoz. Úgyhogy, hát nem tudom, mit jelent ez a kis jel ott a DR mellett, srácok, de bízom benne, hogy megasátán. És mivel felvettem egy fél fehér szívet, ezért... plusz egy szívet fogok kapni most. Látjátok? Átlövök mindenen. Hiába van ott egy kavics, mindenen átlövünk. Itt egy jelölt szikla volt, úgyhogy azért robbantottam. Gulp. Igen, ez a bombás ember volt. Igen, igen. Ezt jól láttad. Duma Manó. Az helyzet olyan gyorsan halnak.
olyan gyorsan halnak, hogy most jobb lenne, hogyha szobánként töltődne az itemünk. Most meghaltak? Vagy még élnek? Jó, éltek. Ez mit tud? A bombák kulcsok. Ajaj, eloltották pár tüzemet. Hát itt nem tudom milyen boss van, ja látom. Brimstone-ozik, úgyhogy... gonosz. Ó, és ahogy látom többen vannak. Az fene vinne el téged. Miért volt belőled kettő? Semmi gond. Nem a világ vége. Ilyenkor fáj a tüsi? Fáj a tüsi, hogyha átrepülünk rajta. Kíváncsi voltam rá. Ez egy teszt volt, srácok. Mindent átalakít. Hát én azt nem akarom. Sok pénz. Ezt is felrobbantjuk itt. Mi van ott? Kulcs, jó. Itt meg sok pénz. 3, hát ezért kár volt a bombát pazarolni. Szia, Pixel Kontakt! Komolyan, te is nyomtad az izsákat? Hoppá! A Sun kérdőjel. A Sun az egy nagyon menő kártya, fölhílel maxra, viszont a Sun kérdőjel Broken Heart-okká alakította a konténereket. Wow. Hát ez nem feltétlenül jó, azért kérdőjeles, mert a csontszívek azok elveszhetnek. Amnéziát, ezt biztos nem akarunk nyomni. Gameboy-jal bemegyünk a sátánhoz. Pajszel mester, azt mondta. Szia! Hajmán meg! Ne, ez ennyi volt. Azt hittem meg a sátánig kell menni. Basszus. Jó. Tehát, szummázzuk. Ha megöli valaki a mutert, és kiszedi onnan a Godhead-et, ez egy nagyon easy run. Ez egy nagyon jó rán, srácok, hogyha megvan nektek a repentance és PC-n nyomjátok. Ez egy nagyon élvezetes mód. Illetve ki tudjátok próbálni betenit, hogyha még nem állokkoltátok. Ez jó volt. Mik azok a jó cuccok, amiket szereztünk? Hát a Game Kid az gyakorlatilag megnyerte nekünk a játékot, mert amikor elnyomtam, akkor sebezhetetlen voltam és az összes boss-t megettem. Aztán kaptam egy buddy-t, amit lett plusz 3 HP konténerem, piros. Aztán zsákfejet vettünk fel, kettő aktív itemet tudtam magam mellett cipelni. Ha megálltam egy kicsit, akkor sérthetetlen lettem. Megkaptuk a chili, a ghost peppert is.
ami iszonyatosan sokat damolt, noha más sebzésem nem volt. A 4,5 voltos aktív itemünk, vagy damage alapján töltődik, ez brutál jó, tehát egy Lilithnek nagyon jó lenne. Ezt meg is nézem, hogy ezt hogy kell unlockolni, mert szerintem nekem még nincs meg. A Godhead is csak még töröttebbé tette ezt a ránt. Jesus, skacok. Hát ez brutál jó volt.